Sziasztok! Ez csak egy kis gyors bejelentkezős vlog, ez innen a Hős utcáról. Az előző részét azt már korábban felvettem, ott megállás nélkül mentem át, viszont amiről kevesebben tudnak, hogy itt a 8. kerületi része a Hős utcának, az teljesen más, mint a Kőbányai. Úgyhogy most ezt fogom megmutatni egy pár perces videóba. Látjátok, innen kezdődik. Józsefvárosi része, itt is valami lakóház épül. Valószínűleg egy hasonló lakópark, mint ami ott errefele szembe is van, de mindjárt megyünk is tovább. Hát akkor itt vagyunk megint a Hős utcán. Csak egyel arrébb, és itt már ezek a régi összenemzeti tiszti lakótelepek voltak itt. Ez a százados nevű városrész. Teljesen más, mint a Kőbányai oldalon lévő Hős utca, mondhatni a különbség az ég és föld. Csak lássátok, százados negyed, Józsefváros, Hős utca. Eljöttünk ide az következő kereszteződésig, itt Osztály utca, Hős utca kereszteződése, és itt pedig már földszintes házak vannak. Hát ez a sarkon egy tipikus Kádár kocka, és itt mellette is ezek a legrégebbi pítésű házak lehetnek, hát mellettünk meg szintén egy ilyen lakópark van. És hát ennyi. És lassan elérkeztünk a végéig a Hős utcának. Itt már Zsák utca, hogy gyalogosan lehet tovább menni. Látok, ez már olyan, mintha valami vidéki kertvárosi részen lennénk. Ez ahhoz képest, ami eddig volt, és itt van mellette ez a régi. Szerintem ez még a tiszti lakásokhoz tartozott. De hát ezt mondani pontosan nem tudom, hát majd valaki, aki kicsit jobban otthon van a témában, majd szól, hogy megírja, hogy mi a helyzet. Vége is van a Hős utcának, innen már nem lehet csak az Osztály utcán tovább menni, és ott is egy gyalog. Autóval nem, mert egyirányú. De hát ennyi lett volna, csak én akartam mutatni, hogy Hős utcának van egy másik része is, ami ugye ég és föld, sokkal kultúráltabb, mint a Kőbányai, amit ugye mindenki ismer a hírekből. Mert igen, tehát arról viszont tényleg csak ilyen nagyon remegő és meg ilyen nagyon gyors videó lesz, mert tényleg annyi volt, hogy végigmentem rajta megállás nélkül, de többet ott nem lehet, tehát ott megállni. A többi még reggel sem, amikor viszont még alig van forgalom. Hát az tényleg egy olyan gettó, mint amit a híradóban is láttatok. Ez a része viszont nem. Úgyhogy ez ennyi lett volna, csak ilyen munkában menős gyors live volt. Vagy reggel van még, beszélek össze-vissza. De ez nem nagyon lett vágva se. Csak egy rövid bejelentkezős vlog, hogy sziasztok!